honfitársaim, elkészültem a 12 ponttal! Nagyszerű, mutasd! Majd ha Sándor látta, ő bízott meg vele. Hagyományosan a Kossuth téren kezdődött a március 15-i ünnepi program sorozat. Ezen a helyszínen a Kálliope színjátszókör növendékeinek műsorát követően elhelyezték az emlékezés koszorúit. A gyulai városbarátok köre tagjai koszorúzással és főhajtással emlékeztek az 1848-as forradalom egyik előkészítőjére, Páfi Albertre. Székely Árpád elnökségi tag kiemelte, a gyulai születésű író-újságíró 1846-ban ismerkedett meg Petőfi Sándorral, és jó barátok lettek. A 48-as forradalomban aktívan részt vállalt, a Tízek Társaságának tagja volt, nagyon sok cikket írt, újságot szerkesztett, tehát benne volt a sűrűjébe. Aztán a 49-es dolgokból bár nem annyira folyt bele, ő kardot nem fogott, a mai híres mondás szerint ő a béke pártján állt. Isten áld meg a magyar. A Petőfi téren az Erkel Ferenc vegyes kar énekelte el a himnuszt. A személyes hangvételű ünnepi beszédet Erkel Ferenc szépunokája, Somogyvári Ákos, az Erkel Társaság elnöke tartotta. Több olyan szökőévet és történetet említett meg, amely az Erkel életmű szempontjából fontosak. Többek között azt, hogy 1000 éves államiságunk évfordulóján, 1896-ban Göndöcs Benedek kezdeményezésére a szülőváros Gyula állította fel Erkel, Kallósede alkotta mellszobrát. Újabb jó néhány évtized elteltével következett 1936. Éppen ez esztendőben alakította át, hántotta le Dohnányi Ernő valamennyi magyaros elemet Erkel himnuszáról, amikor a berlini olimpia vízipóló döntője végén Erkel fohásza csendülhetett fel. A győztes magyar csapat tagja volt hazai Henselmann Kálmán, aki a dobogó tetején, a világon alig, hanem azóta is egyedülékén a dédapja imáját énekelhette. Őt nagyapámként tisztelhettem. Ünnepi műsort adott a Kiskata zenekar. A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke, és büntetéseit már átszenvedte ő. Valamint Lux Ádám, Jászai Mari díjas színész. A műsort követően megkoszorúzták Petőfi Sándor szobrát.